A hit ereje nélkül nincs komplex gyógyító munka. Ökumenikus kápolnát avattak a Siófoki Kórházban. Közösen a helyi gazdaságfejlesztésért tudományos szakemberek és vállalkozók tanácskoztak a Kaposvári Egyetemen. Új szerepben a színészek, bemutatkozott a Csiki Gergely Színház zenekara. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Példaértékű összefogással valósult meg a Siófoki Kórház ökumenikus kápolnája. A hívek adományából 3 millió forint gyűlt össze, az önkormányzat pedig 9 millió forinttal támogatta a kezdeményezést. Az imaház kialakítása megváltoztatja az intézményben zajló gyógyító tevékenységet is, hiszen a kórház vezetése vallja, hogy a hit ereje nélkül nem lehet komplex gyógyító munkát végezni. A mai napon egy régi álmunk valósul meg. Már nagy szükség volt a Siófoki Kórházban egy kápolnára, ahova a betegek és a családtagok egyaránt betérhetnek. Erről beszélt köszöntőjében Incefi István. A főigazgató kiemelte, a gyógyuláshoz a hit ereje is nagyban hozzájárul. A mindennapi munkánk során tapasztaltak alapján állítjuk, hogy aki bízik a felépülésében, és lelki egyensúlyát megtalálja a megpróbáltatások során, gyorsabban és nagyobb bizonyossággal gyógyul. Ezért van szükségünk a hit erejére, a tisztaságára, a segítségére, és egy olyan helyre a kórház területén, egy kápolnára, ahol mindenki kereshetti és megtalálhatja a lelki üdvösségét. Az imaház kialakításának a betegek és a már gyógyult emberek is örülnek. Polgárné Horváth Magdolna is azt vallja, a kápolna erőt adhat a felépüléshez. Én nagyon súlyos beteg voltam 10 évvel ezelőtt, vastagbélrákkal operáltak, és megmaradtam, és ez nagyon jó, Isten hívő vagyok, és nagyon jó azoknak a betegeknek, akik nagyon el vannak keseredve, és ide jönnek fohászkodni. Okos gondolat volt, aki kitalálta. Az ökumenikus kápolna példaértékű összefogás eredményeként épülhetett fel, hiszen a hívek mintegy 3 millió, amíg a Siófoki önkormányzat 9 millió forinttal járult hozzá a beruházáshoz. Azt gondolom nem elég, hogyha csak a testet gyógyítják, hanem a lelket is ápolni kell a gyógyulás érdekében, és én nagyon-nagyon bízom benne, hogy ezzel az ökumenikus kápolnával, kápolna falai között vigaszt, megértést, békességet és reményt találhatnak akár a gyógyulni vágyó betegek, akár a hozzátartozóik, látogatóik egyaránt. Az új kápolnát Varga László megyés püspök szentelte meg. Megfelelő nehézségű volt a matematika írásbeli érettségi, ezt közölte az oktatási hivatal. A keddi vizsga után a diákok a feladatsor túlzott nehézsége miatt petíciót indítottak, amelyben kezdeményezték a pontszámok csökkentését. Ezt már több tízezren írták alá. A hivatal erre reagálva kiemelte, az érettségi feladatlapok kidolgozása minden vizsgatárgyból a tételkészítő bizottság feladata és felelőssége. Hozzátették, tapasztalt, gyakorlott szaktanárok, valamint szakmai lektorok gondoskodnak a feladatsorok minőségéről. Sportos ovisok játékos feladatokban bizonyíthattak Balatonföldváron. Az esemény célja, hogy a mozgást már egészen kiskorban megszerettessék a gyermekekkel. Hamarosan láthatják a részleteket. 2 hétre, május 13-ától 26-áig lezárják a Budapest-keleti pályaudvart karbantartás miatt. Az érintett vonatok mindegyike módosított menetrend szerint közlekedik. A szerelvények a fővárosi pályaudvarok valamelyikére érkeznek és onnan indulnak. A MÁV mindenhol átszállást biztosít a BKK-val együttműködve. A rekonstrukciós munkák 160 ezer jegyet váltó és 11 ezer bérletes utast érintenek. Érdemes a MÁV honlapján és mobil alkalmazásán tájékozódni. Helyi vállalkozások bevonásával szervezett konferenciát a Kaposvári Egyetem idén 15 éves gazdaságtudományi kara. A tanácskozáson elhangzott, ma már az intézménynek nem csak az oktatás és a kutatás a feladata, hanem a társadalmi szerepvállalás is. Ennek részeként pedig a megszerzett tudást, tapasztalatot tovább adják a piaci szereplőknek. A pénzügyi és számvitel, valamint a kereskedelem és marketing képzés a legkeresettebb a Kaposvári Egyetem gazdaságtudományi karán. Itt már nem csak magyar nyelven, hanem angolul is oktatnak. Ennek köszönhetően pedig külföldi diákok is keresik a képzéseket az idén jubiláló karon. A gazdaság, illetve a gazdaság tudományos megközelítése napjainkban egyre nagyobb szereppel bír,
és nyilvánvaló ez volt az egyik oka annak idején, egészen pontosan 15 évvel ezelőtt, hogy az egyetem akkori vezetése úgy döntött, hogy a hagyományos vagy a klasszikus agrár és pedagógiai profil mellé újabb profilokat vesz fel, és ez a gazdaságtudományi profil volt. Az intézmény alaptevékenysége az oktatás és a kutatás mellett bővült az elmúlt 15 évben. Ma már a társadalmi szerepvállalás is fontos küldetés, az, hogy piaci szereplőként is meg tudjon jelenni az egyetemen képződő tudás, és azt az ismeretet az ipari piaci szereplőknek is átadják, hangzott el a csütörtökön rendezett konferencián. Itt kimondottan a helyi vállalkozásokkal, a helyi gazdaság szereplőivel, illetve a helyi vállalkozásokat tömörítő szervezeteknek a képviselőivel szeretnénk megtanulni, megismerni azt az utat, amelynek segítségével ugye együttesen erősebb tud lenni a szervezet is, illetve ezzel együtt pedig a gazdaság. A helyi vállalatok és az egyetem partnerként dolgozik együtt, és segítik a gazdaság alakulását. A konferencián is megjelentek olyan cégek képviselői, akik a marketing vagy éppen a munkaerőpiac területén bíznak az egyetemi szakemberek segítségében. Az E-generációt hogy lehet beépíteni a mai munkakörülmények közé, és erre nagyon nagy szükségünk van, hiszen egyre fiatalabb munkavállalók jönnek hozzánk jelentkezni, és szeretnénk velük jól dolgozni. Arra is volt már példa, hogy az egyik kaposvári teipari cég számára a bevezetni kívánt új termék kiszereléséhez, csomagolásához kértek segítséget a cégvezetői, de az sem ritka, hogy az adott márka fogyasztóit vagy a vállalat partnereit mérik fel az egyetem munkatársai, hallgatói. Lovaspihenők, tájház és természetőrház is csábíthatja hamarosan a Ropoi-tó környékén barangoló turistákat. Az uniós forrásnak köszönhetően számos új létesítmény épül majd, amely még vonzóbbá teheti a környéket az ideérkező vendégek számára. Somogy megye egyik legszebb és a turisták által is leginkább kedvelt természeti látnivalója a Zselici-rengeteg. A védett erdőt számtalan turistaút hálózza be, középpontjában a környező falvak fényszennyezésétől távol pedig a Zselici Csillagpark csillagvizsgálója áll. A felépülő komplexum kiválóan alkalmas lesz arra, hogy szabadtéri és iskolai foglalkozások, vagy egy kellemes piknik helyszíne, esetleg a térségben tett túrák egyik állomása legyen. A napokban kezdődött munkálatok október végén fejeződhetnek be. A színpadról már ismerheti őket a közönség, azonban a kaposvári Csiky Gergely Színház fiatal művészei egy új formációban önálló esten először léptek a publikum elé. A teátrumi zenekar több műfajt ötvözve mutatkozott be a színház és zenekedvelőknek. Nem mondom el, de esténként újra várom, mégis de fáj, mégis de jó, mert rólad szól. Új oldalukról mutatkoznak be a kaposvári Csiky Gergely Színház fiatal művészei, akik a közelmúltban zenekart alakítottak. Majdnem minden előadásban énekelek most a színházban, de az, hogy zeneszerzőként vagy zenészként is részt vehetnek valamiben, ami egészen más, mint a csikis repertoárom, ez egy nagyon jó lehetőség, és nagyon szeretem. Egészen más oldalamat mutathatom itt meg. A muzsika nem áll távol a fiatal művészektől, ez is sarkalta őket a zenekar létrehozásában. A társadalomban nagyon sok zenész vagy zenekedvelő színész van, és mi páran fiatalok így már nagyon régóta terveztük, hogy kellene együtt zenélnünk, azon túl is, hogy előadásokban is ugye már zenéltünk zenekarként is együtt, és igazából így adott volt, hogy kell csinálnunk egy zenekart. Különböző felállásban, színházi gálán vagy előadásban már zenéltek, most azonban együtt állt színpadra a 9 művész. A zene szeretete ugyanolyan alkotási vágy, ami miatt szerintem a színházzal foglalkozik mindannyiunk. Óriási érdeklődés van emögött, az egész mögött. Nem csak most már szép számban látható nézők részéről, hanem a mi részünkről is. És ez a vágy, ez az érdeklődés hajtja szerintem ezt az egészet. A színházi feladatok után van csak idejük zenélni a színészeknek. A próbákra nem sok idejük marad, de mint mondták, szívvel, lélekkel énekelnek, zenélnek. És azt ígérik, hogy minden fellépésükre változatos repertoárral készülnek majd, ötvözve a különböző zenei világokat, stílusokat. A Gárdonyi család, a Kaposvári püspökség, a Somogyiak baráti köre, valamint Szőlősgyörök önkormányzata
hatodik alkalommal rendezte meg a Gárdonyi Géza figurájának nevét viselő humorkonferenciát. A rendezvényen az örömről tartott előadást Varga László megyés püspök is. A Szőlősgyörökön immáron hatodik, hagyományteremtő szándékkal elindított konferencia a keresztény magyar humornak állít emléket Gárdonyi Géza édesanyjának szülőfalujában. A háromnapos konferencia előadásain a híres magyar íróhoz, költőhöz és tanítóhoz kötődő írások és elemzések hangzottak el, illetve az idei konferencia Strobl Alajos munkásságának és személyiségének is emléket állított, mondta el a főszervező Gárdonyi Géza dédunokája. Pozitív dolgokról volt szó. Pozitív állítások hangoztak el, nem relatív értékelések, hanem beszéltünk a jóról, a szépről, a szeretetről, az örömről, a hitről, arról, hogy a művészet és az értékek azok mind valahol a túlvilághoz, az égiekhez kapcsolódó értékek, létezik szent művészet, erről beszéljünk, erről legyen két napnyi alkalom arra, hogy aki ide látogat, akkor egy kicsit feltöltődve tudjon innen elmenni, és vigye magával azt a örömet és boldogságot, amit hát a dédapám életműve valahol sugall, mert ezek a előadások mindezeket az értékeket fedezik fel. Egy nagyon érdekes dolog, neki van egy titkos naplója, ahol az ő művészeti elképzeléseit megpróbálta összefoglalni. És számomra egy megdöbbentő öröm, hogy az elemzések, a tanulmányok, az előadások végül is mindig azokat a dolgokat mondják vissza, amit ő szeretett volna, hogy az emberek megértsenek. Gárdonyi a magyar irodalom egyik klasszikusa volt. Íróként és néptanítóként is a legfontosabb feladatának az isteni szeretet és a természet szépségeinek megismertetését tartotta. Varga László megyés püspök előadásában elmondta, ha szeretünk és szeretve vagyunk, akkor Isten öröme betölt bennünket. Ha azonban nem tudunk ezzel mit kezdeni, akkor jönnek a különféle örömpótló dolgok. Nagyon könnyen kínálják magukat a leglelkesebb örömlányok, ez a 4H, amit az előadásban említettem, a hatalom, a hírnév, a hangulat és a haszon. És ezekkel az örömlányokkal, ha nincsen jó kedvünk, vagy éppen jó kedvünk van, de nem az örömben élünk, akkor könnyen idézőben parádnálkodunk, és nagyon gyakran becsöngetünk hozzájuk, és velük akarjuk pótolni azt az örömet, ami az Istenben való lét, boldogsága és öröme. A rendezvény Gárdonyi és Göre Gábor figurája mára Szőlősgyörök szerves kincsévé vált. Amit csak lehet a település, mindent megtesz azért, hogy ezek a konferenciák Szőlősgyörökben folytatódjanak. Olyan értékes kultúrát, olyan magas szintű előadásokat hallgathattunk meg, ami útravalónak nekünk ez egy életre szól. A belső öröm titka, mert ha azt mondom, hogy belső öröm, ezzel azt is mondom, hogy van külső öröm. Az idén 98 éves korában elhunyt kaposvári fafaragóra emlékeznek lakóhelyén. A doneri városrészben élt és alkotott Szőke István a népművészet mestere. Munkáiból a Riplorónai Múzeum szervezésében a megyei levéltár épületében nyílt tárlat, amely május 22-éig látható. 15. alkalommal rendezték meg szerdán Balatonföldváron a térségi Ovis sporttalálkozót, amelyen 10 település óvodája 15-15 nagycsoportossal képviseltette magát. A szervezők célja, hogy a pedagógiai programhoz is illeszkedve már egészen kiskorban hozzászoktassák a gyerekeket a rendszeres testmozgáshoz és annak szeretetéhez. Százötven nagycsoportos óvodás zumbázott egyszerre Balatonföldváron az idei 15. Ovis sporttalálkozón, amelynek legfontosabb célja az egészséges és sportos életre nevelés. A története ennek az idén a vizes témák köré csoportosult, tehát ezeket a játékos feladatokat az úszás, a vízi sportok, illetve hajóépítés köré szerveztük. 10 óvoda képviselteti magát. Minden évben próbálunk új óvodákat is bevonni, az idén a siófoki Nyitnikék óvoda csatlakozott hozzánk új óvodaként. A gyerekek élvezték az egész délelőtt zajló játékos foglalkozásokat. Nagyon jó volt, de nekem azt tetszett a legjobban, amikor bemelegítettünk. Az ovisok azzal is tisztában vannak, hogy miért fontos a mindennapos testmozgás. Mert akkor jobban tudunk ebédelni, jobban tudunk aludni,
nem hízunk el. Az idén a legügyesebbek a Balatonboglári Hétszínvirág óvoda nagycsoportosai voltak, akik büszke birtokosai egy évig a címmel járó vándorkupának is. Bronzéremmel zárta a KNTH kézilabda liga 25. fordulóját a Siófoki gárda. A Siófoki kézilabda klub lányai kiegyensúlyozott játékkal verték a hazai Alba Fehérvár csapatát, így végül 20-30-ra 10 gólos különbséggel szerezték meg a harmadik helyet. A balatoni hópárducok azonban nem pihenhetnek, hiszen az EHF kupa legfontosabb meccse vár rájuk a szezonban, most hétvégén a Dán Eisberg ellen. I think everybody knows that you know Danish teams they used to play really fast, you know, they use a lot of counterattacks and fast breaks and a lot of speed and physical, you know, and Az Eisberg egy tipikus dán csapat, így természetesen dán kézilabdát is játszanak. Nagyon szeretik lerohanni az ellenfelet, és ebből a helyzetből gólt szerezni. Ezt az előző meccsen is bebizonyították, ahol azonban nagyszerű játékkal döntetlenre hoztuk ki az eredményt. Mi mindenre fel vagyunk készülve, úgy érzem, hogy meg fogjuk tudni csinálni. Sikerül győzelmet aratnunk szombaton az Eisberg csapata ellen. A hit ereje nélkül nincs komplex gyógyító munka. Ökumenikus kápolnát avattak a Siófoki kórházban. Közösen a helyi gazdaságfejlesztésért tudományos szakemberek és vállalkozók tanácskoztak a Kaposvári Egyetemen. Új szerepben a színészek, bemutatkozott a Csiki Gergely Színház zenekara. A megyével kapcsolatos friss információkat a www.somogytv.hu oldalon olvashatják. Holnap már nem kell esőre számítani, hamarosan jövünk a részletes időjárás jelentéssel. Ma este is lesz miért, benne pedig Pistár Péter, Nyín polgármestere lesz a vendégünk. Tartsanak velünk akkor is. Szép estét, viszontlátásra!